Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők.

Market Bézingi Nincs is szebb a vidéki életnél, igazam van? mondta Jeff felügyelő, és előírásosan beszívott egy nagy adag levegőt az orránát, majd kifújta a száján. Poáró és én szívből helyeseltünk. A Skatlandjárt felügyelőjének ötlete volt, hogy ránduljunk ki a hétvégére Market Basing kismezővárosába. Szolgálaton kívül Jepp lelkes botanikus volt, és akkora a buzgalommal értekezett mindenféle apró és hihetetlenül hosszú latin nevű virágokról, bár latin nevüket elég furán ejtette, amilyet még ügyei felgöngyörítésében sem tanúsított. Itt senki sem ismer bennünket, és mi sem ismerünk senkit, magyarázta Jep. Ez a lényeg. Ám ez nem egészen bizonyult igaznak. A helybeli rendőrt ugyanis nemrég helyezték át egy 15 mérföldre eső faluból, ahol egy arzén mérgezéses eset kapcsán együtt kellett működnie a Skatland nyomozójával. Az öröm, amelyel a nagy emberre ráismert, minden esetre tovább továbbfokozta Zsepp jókedvét, s amint vasárnap reggelihez ültünk a falusi fogadó hátsó termében, miközben már is sütött a nap, és a lonc indái bekukucskáltak az ablakon, minnyáján a lehető legjobb hangulatban voltunk. A szalonnás tojás kitűnő volt, a kávé már nem annyira, de azért tűrhető, és legalább forró. Ez ám az élet, jelentette ki Zsepp. Ha nyugdíjba megyek, veszek egy házikót vidéken távol a bűnözéstől. Például itt. Le crime et le partout. Jegyezte meg Poáró, kivéve a kosárból egy szabályos négyzet alakú kenyérszeletet, és mogorva pillantást vetve egy verébre, amely az ablakpárkányon billeget szemtelenül. Magam léhán szavalni kezdtem. De szép enyúl, közben pedig botrányosan viselkedik. Mit művel kinn a réteken? Ne szólj szám, és nem fáj fejem. A hétszázát! Dőlt hátra Jepp a székén. Azt hiszem, nekem még lemenne egy tojás, meg egy-két szelet sült szalonna. Mit szól hozzá, kapitány? Jöhet, helyeseltem. És maga, poáró? Poáró a fejét rázta. Az ember ne tömje tele a gyomrát, mert akkor nem működik az agya mondta. Én azért megkockáztatom, nevetett Jepp. Nekem úgy is méretes a gyomrom, mellesleg maga is hízásnak indult, Monsieur Poirot. Kisasszony, kérem, még egy kis tojást és szalonnát kettőnknek. Ám abban a pillanatban megtermett alak töltötte be az ajtónyílást. Polárd közrendőr volt az. Remélem, urai, megbocsátják, hogy zavarom a felügyelőt, de hálás lennék a tanácsáért. Szabadságon vagyok, vágta rá Jepp. Ilyenkor nem dolgozom. Mi a baj? Az úrod fönn Leehouse-ban főbelőtte magát. Megesik az ilyesmi, mondta Jepp Az Adósság, nő, e féle. Sajnálom, hogy nem segíthetek, Polárd. Az a gond, mondta a rendőr, hogy nem lőhette főbe magát. Legalábbis dr. Giles ezt állítja. Jepp letette a csészéjét. Nem lőhette? Hogy érti ezt? Doktor Giles szerint semmi kép, erősítgette Pollard. Azt mondja, lehetetlen. Fő a feje, mert hogy az ajtó belülről be volt zárva, az ablakok bekallantyúzva, de állítja, hogy az illető mégsem követhetett el öngyilkosságot. Ez eldöntötte a kérdést. A második porció szalonnát és tojást elhessegetve pár perc múlva már sietős léptekkel igyekeztünk Lee House felé, és közben Jeb kifaggatta a rendőrt. Az elhunytat Walter Praterónak hívták, középkorú, zárkózott férfi volt. Nyolc esztendeje költözött Market Basingbe, és kibérelte Lee ezt a zegzugos, düledező udvarházat. Csak az egyik sarkát lakta, és egy házvezetőnő gondoskodott róla, akit magával hozott. Miss clegg hívják. Igen finom nő, a faluban nagy a becsülete. Nemrég szálló vendégek érkeztek Mr. Prateróhoz Londonból egy bizonyos Mr. és Mrs. Parker. Ma reggel Miss Clegg, miután beszólt gazdájának, és nem kapott feleletet, sőt, az ajtót is zárva találta, megijedt, és telefonált a rendőrségre, meg a doktornak. Polárt közrendőr és Dr. Giles szinte ugyanabban a pillanatban ért oda. Egyesült erővel betörték a hálószoba törgyfajtaját. Mr. Prateró a padlón hevert, fejbelőve, jobb kezében pisztolyjal. Nyilvánvaló öngyilkosságnak tűnt a dolog. A holttestet megvizsgálva azonban dr. Giles igencsak zavarba jött, s félrevonva a rendőrt, előadta neki zavara és értetlensége okát. Polárnak pedig nyomban eszébe jutott Jepp. A doktorra bízva a helyszínt, lesietett a fogadóba. Mire a rendőr a magyarázat végére ért, meg is érkeztünk Léhauszba, ebbe a jókora magányos házba, amelyet gondozatlan gazos kert övezett. A bejárati ajtó nyitva állt. Beléptünk az előcsarnokba, onnan pedig egy kis nappaliba, ahonnan hangok szűrődtek ki. Négyen voltak a szobában. Egy csicsásan öltözött, kellemetlen és alamuszi képű férfi, aki iránt rögtön ellenszenvet éreztem, egy hasonló fajta, bár a maga közönséges módján csinosabb nő, egy másik nő talpik feketében, aki a többiektől távolabb állt, és akit a házvezető nőnek véltem. Meg egy vadászruhás, magas, okos és határozott arcú férfi, aki láthatólag a főszerepet vitte. Dr. Giles, mondta a rendőr, bemutatom Jeb detektív felügyelőt a Scotland Yardról, ezek pedig a barátai. Az orvos üdvözölt bennünket, és rögtön bemutatta Mr. és Mrs. parker -t. Mindjárt felmentünk az emeletre. Pollard zsepintésének engedelmeskedve lemmaradt, mint egy ügyelve a háznépre. A doktor végig vezetett bennünket egy folyosón. A végén nyitva volt az ajtó. Szilánkok lógtak a sarokvasakról, maga az ajtó pedig bedőlt a szobába. Beléptünk. A holtest még mindig a padlón hevert, Mr. Pratero középkorú, szakállas, őszülő halántékú férfi volt. Jeb odament és letérdelt melléje. – Miért nem hagyták a tetemet úgy, ahogy találták? – kérdezte zsörtölődve. A doktor vállat vont. – Egyértelmű öngyilkosságnak látszott. – Hm, mondta Jeb. – A golyó a bal füle mögött hatolt be. – Pontosan? – mondta az orvos. Nyilvánvaló lehetetlenség, hogy ő sütötte el a fegyvert. Hátra kellett volna tekernie a jobbját a feje körül. Képtelenség. És mégis a markában találta a pisztolyt? Mellesleg hol van most? A doktor az asztal felé biccentett. Nem egészen a markában, mondta. A kezében volt, de az ujjai nem kulcsolódtak rá. Utóbb tették bele, mondta Jeb. Világos, mint a nap. A fegyvert vizsgálgatta egy golyót lőttek ki belőle. Megnézetjük az új lenyomat szakértőkkel, de kétlem, hogy mást is találnak rajta, mint a magáét, dr. Giles. Mikor halt meg? Valamikor tegnap éjjel. Órára persze nem tudom megmondani, mint azok a csoda doktorok a detektív regényekben. Durván 12 órája lehet halott. Poirot mindeddig egy mozdulatot sem tett. Ott állt mellettem, nézte zseb sürgülődését, hallgatta a kérdéseit. Időről időre azonban kényesen beleszimatolt a levegőbe, mint aki nem ért valamit. Én is szimatoltam, de semmi különöset nem éreztem. A levegő teljesen friss volt és szaktalan. Poáró ennek ellenére tovább szaglászott gyanakodva, mintha az ő finomabb szaglószerve olyasmit is felismerne, ami az én figyelmemet elkerülte. Most, hogy Zseb ellépett a tetemtől, Poáró térdelt le melléje. A sebre ügyet sem vetett, Először azt hittem, a pisztolyt tartó kéz ujjait nézegeti, de azután észrevettem, hogy a kabátújból kilógó zsebkendő keltette fel érdeklődését. Mr. Pratero sötét szürke öltönyt viselt. Végül Poirot felállt, de tűnődő tekintete vissza visszavándorolt a zsebkendőre. Jeb hívta, hogy segítsen feltámasztani az ajtót. Megragadva az alkalmat, én is letérdeltem, kihúztam a ruhaújból, és apróra megvizsgáltam a zsebkendőt. Egyszerű, fehér batisztból volt, nem volt rajta semmiféle jelzés, se folt. Visszaduktam, és értetlenkedve rásztam a fejem. A többiek közben felemelték az ajtót. Rájöttem, hogy a kulcsot keresik, de hiába keresték. Hát ez világos, mondta Jepp. Az ablakok csukva és bekallantyúzva. A gyilkos az ajtón át távozott, bezárta, és a kulcsot magával vitte. Azt gondolta, elhisszük majd, hogy Prateró bezárkózott és főbelőtte magát, a kulcs hiányára pedig nem figyelünk fel. Egyetért, Monsieur Poirot? Egyetértek, igen, de egyszerűbb és okosabb lett volna, ha becsúsztatja a kulcsot az ajtó alatt. Ez esetben úgy festett volna, mintha csak kipottyant volna a zárból. Na nem várhatja el mindenkitől, hogy olyan ragyogó ötletei támadjanak, mint magának. Magából zseniális gonosztevő válhatott volna. Egyéb észrevétel, Poáró? Poáró tanástalannak látszott. Körülnézett a szobában, és halkan, szinte mentegetőzve jegyezte meg. Ez a Mössé sokat dohányzott. És valóban, a kandallóros téj tele volt cigaretta akár akárcsak a hamutartó, amely egy kis asztalon állt a nagy karszék mellett. Húsz szállat is elszívhatott tegnap este, mondta Jeb. Lehajolt és gondosan szemügyre vette a rosté tartalmát, majd ugyanígy cselekedett a hamutartóval is. Mindegy forma, jelentette ki, és ugyanaz a személy szívta el őket. Itt nincs semmi, mesző Nem is erre céloztam, mormolta barátom. Ha-ho! kiáltotta Jeb. Hát ez mi? rávetette magát valami csillogó holmira, amely a halott közelében hevert a padlón. Egy ketté tört manzsetta gomb, vajon ki lehet? Dr. Joyce, legyen szíves lemenni és felküldeni a házvezetőnőt. És párkörék? Mr. Parker sürgősen távozni szeretne. Azt mondja, halaszthatatlan dolga van Londonban. Azt meghiszem, de annak a dolognak várnia kell. A helyzet állása szerint igen valószínű, hogy itt lesz halaszthatatlan dolga. Küldje fel a házvezetőnőt, és ne hagyja, hogy pár körék meglúgjanak maga meg Polárd elől. Bejött ide ma reggel valaki a ház nébből? Az orvos elgondolkodott. Nem, kimaradtak a folyosóra, amikor Polárd és én bejöttünk. Biztos ebben? Teljesen. Az orvos lement. Derék ember, mondta helyes Löwengepp. Ezek a vadászgató orvosok többnyire elsőrangú fickók. Hát kíváncsi vagyok, ki lőttő agyon ezt a szerencsétlent. Csak is a három itt tartózkodó közül tehette valaki. A házvezetőnőt persze nem gyanúsítom. Nyolc éve volt rá, hogy lepuffantsa, ha akarja. Vajon kik lehetnek ezek a párkörék? Nem egy rokonszenves pár, annyi szent? Ekkor megjelent Miss Clegg. Sovány, ösztövérnő volt, középen gondosan elválasztott ősz hajjal, nagyon higgadt és megfontolt modorú. Csak úgy sugárzott belőle a tiszteletet keltő rátermettség. Jeb kérésére elmagyarázta, hogy tizennégy esztendeje szolgált az elhunynál. Nagy lelkű és figyelmes gazdája volt. Mr. és Mrs. parker sosem látta három nappal ezelőttig, amikor váratlanul betoppantak. Az volt a benyomása, hogy hívatlan vendégek, az úr legalábbis egyáltalán nem örült nekik. A manzsetta gomb, amelyet Jep megmutatott neki, nem Mr. Prateróé volt, ez bizton állíthatja. Amikor a pisztolyra terelődött a szó, azt mondta, gazdájának volt valami ehhez hasonló fegyvere, elzárva tartotta. Évekkel ezelőtt látta egyszer, de fogalma sincs, hogy ez -e az. Nem hallott lövés tegnap éjjel, de ez nem meglepő, hiszen a nagy zegzugos háznak ő és pár körék a túlsó végében laknak. Nem tudja, mikor feküdt le Mr. Pratero, amikor ő fél tízkor visszavonult, még fenn volt. Nem szokott azonnal lefeküdni, amikor felment a szobájába. Általában a fél éjszakát ébren töltötte, olvasott és dohányzott. Erős dohányos volt. Poáró ekkor közbeszúrt egy kérdést. Nyitott vagy csukott ablaknál szokott aludni a gazdája? Miskleg elgondolkodott. Általában nyitva hagyta legalábbis a felső részt. És most mégis csukva van. Meg tudja ezt magyarázni? Nem, de lehet, hogy húzatot érzett, és becsukta. Jeb feltett még néhány kérdést, majd elbocsátotta. Ezután pár köréket hallgatta ki egyenként. Mrs. Parker hajlamos volt a hisztériára és a sírásra. Mr. Parker hangoskodott és átkozódott. Tagadta, hogy övé volna a manzsetta gomb, de mivel a felesége már korábban felismerte, ez nem sokat javított a helyzetén, és mivel azt is tagadta, hogy bármikor megfordult volna Prateró szobájában, Jeb úgy érezte, elegendő bizonyítéka van, hogy letartóztatási engedélyért folyamodjék. Polárdra hagyva a helyszín biztosítását, lecsörtetett a faluba, és telefon összeköttetésbe lépett a londoni központtal. Poáró és én visszasétáltunk a fogadóba. Szokatlanul hallgatak, Poáró, mondtam. Nem érdekli az eset? Ó, kontrár, nagyon is érdekel, de zavarba is ejt. Az indíték nem világos, mondtam tűnődve, de abban biztos vagyok, hogy pár kör csirkefogó. Láthatóan minden ellene szól, csak az indíték hiányzik, de előbb-utóbb az is napvilágra kerül. Maga nem vett észre valami különösen fontosat, ami Jeff figyelmét elkerülte? Kíváncsian pillantottam rá. Mit rejteget a kabát ujjában, Poáró? Mit rejtett a halott kabát ujja? Á, a zsebkendő. Pontosan a zsebkendő. Tengerészek hordják ruhaújjukban a zsebkendőt, mondtam elgondolkodva. Kitűrő megfigyelés, Hastings, bár én nem éppen erre gondoltam. Még valami? Igen, újra és újra eszembe jut a cigaretta füst szaga. Én nem éreztem, kiáltottam fel meglepődve. Hát ez az, én sem éreztem, Serami. Aggodalmas tekintetet vetettem rá. Soha sem tudhattam biztosan, mikor ugrat poáró, ám most igen komolynak látszott, és egyre csak a szemöldökét ráncolta. A halott szemlére két nap múlva került sor, közben új bizonyítékok is napvilágra kerültek. Egy csavargó bevallotta, hogy átmászott a falon Lee House kertjébe, ahol egy nyitva hagyott ajtajú csűrben szokott aludni. Tanúsította, hogy éjjel 12-kor két férfi hangos veszekedését hallotta egy első emeleti szobából. Az egyik egy bizonyos pénzösszeget követelt, a másik ezt haragosan visszautasította. Egy bokor mögött rejtőzve látta is a két férfit, amint elelhaladtak a kivilágított ablak előtt. Az egyiket, Mr. Praterolt, a ház urát jól ismerte, a másikat határozottan Mr. Parkerként azonosította. Világos volt tehát, hogy Parkerék zsarolás céljából jöttek Lee House-ba, és amikor később az is kiderült, hogy a halott férfi valódi neve Vendover, aki hadnagyként szolgált a haditengerészetnél, és 1910-ben belekeveredett a Marysaut első osztályú cirkáló felrobbantásába, az eset körülményei egyre nyilvánvalóbbá váltak. Feltételezhető volt, hogy Parker tudott Vendover szerepéről az ügyben, kiderítette, hol lakik, és pénzt kért a hallgatásáért, amit a másik megtagadott. A vita hevében Vendover revolvert rántott, Parker kicsavarta a kezéből, és agyonlőtte vele, majd pedig az öngyilkosság látszatát igyekezett kelteni. Parkert bíróság elé utalták, ő pedig fenntartotta magának a védekezés jogát. Mi is jelen voltunk a szemlén. Távozóban Poirot egyre csak bólogatott. Így kellett lennie mormolta magában. Igen, így kellett lennie nem halogathatom tovább. Bement a postahivatalba és feladott egy táviratot. Nem láttam, kinek címezte. Utána visszatértünk a fogadóba, ahol azt az emlékezetes hétvégét töltöttük. Boáról nyugtalanul oda-oda lépett az ablakhoz. Vendéget várok magyarázta. Lehetetlen, lehetetlen, hogy tévednék. Úgy bizony, már itt is van. Teljes elképedésemre egy perc múlva Miss Craig lépett be a szobába. Most nem volt olyan higgadt, mint máskor, zihálva szedte a levegőt, mint aki futott. Félelmet láttam a tekintetében, amikor poáróhoz fordult. Foglaljon helyet, mademoiselle, mondta barátom nyájasan. Jól gondoltam, ugye bár? Válaszul a hölgy zokogásban tört ki. De hát miért tette? kérdezte szeléden poáró. Miért? Nagyon szerettem, mondta Miss Clegg. Én dajkáltam gyerekkorában. Jaj, könyörüljön rajtam. Mindent el fogok követni, de bizonyára megérti, nem hagyhatom, hogy egy ártatlan embert felakasszanak, még ha aljas gazember is az illető. A hölgy kihúzta magát, és halkan felelte. A végén valószínűleg én sem hagytam volna. Tegye, amit jónak lát. Azzal felállt és kisietett a szobából. – Ő lőtte agyon? – kérdeztem teljesen összezavarodva. Poáró mosolyogva rázta a fejét. – Mr. Pratero öngyilkos lett. Emlékszik, hogy a jobb ruha ujjában hordta a zsebkendőt? Ez arra mutat, hogy balkezes volt. A lelepleződéstől való félelmében a Mr. Parkerrel folytatott viharos beszélgetést követően főbelőtte magát. Reggel Miss Clegg, szokás szerint megjelent nála, és holtan találta. Mint az imént közölte velünk, kisgyermek kora óta ismerte, és őrjöngő harag töltötte el pár körék iránt, akik ebbe a nemtelen halálba belehajszolták. Gyilkosnak tekintette őket, és hirtelen lehetőséget is látott arra, hogy bűnhődjenek tettükért. Egyedül ő tudhatta, hogy gazdája balkezes volt. Áttette a pisztolyt a jobb kezébe, Becsukta és bekallantyúzta az ablakot, odadobta azt a mancsetta gombdarabot, amelyet korábban valamelyik földszinti szobában talált, azzal kiment, bezárva az ajtót és zsebre vágva a kulcsot. Poháró! kiáltottam lelkesen maga fantasztikus! és mindezt a zsebkendő jelentette, apró nyomból következtette ki No meg a cigaretta füstből! Ha az ablak csukva lett volna, annak a rengeteg elszívott cigarettának az áporodott füstjével tele lett volna a szoba. Ám a levegő friss volt oda benn, így hát nyomban arra következtettem, hogy az ablaknak egész éjjel nyitva kellett lennie. Csak reggel csukták be, ez pedig igen érdekes irányba terelte gondolataimat. El nem tudtam képzelni, milyen körülmények között akarhatta volna egy gyilkos becsukni az ablakot, hiszen előnyére szolgált volna, ha nyitva hagyja, azt sugalva, hogy a gyilkos azon menekült el, ha esetleg az öngyilkosság elmélet nem válik be. A csavargó tanúvallomása természetesen megerősítette a gyanumat. Nem hallgathatta volna ki azt a beszélgetést, ha az ablak nem lett volna nyitva. Pompás, mondtam vidáman, és most mit szólna hozzá, ha megteáznánk? Éme a tőről angol, mondta nagyot sóhajtva poáró. Mit gondol, barátom? Kaphat erre felé az ember egy pohárka szírupot?